Egészséges kisfiút hagytak a szolnoki Hetényi Géza kórház inkubátorában. Kívülről az inkubátor megközelíthető, és akkor kinyitja az ablakát, a hölgy ellenőrzi, aki be akarja tenni, ide behelyezi a kisbabát, ami fűtött inkubátor, és minden nap ellenőrzik a működését, és abban a pillanatban, hogy belehelyeznek egy kisbabát, jelzés érkezik a portára, ahonnan az újszülött ellátó egységet értesítik, és akkor a babát be tudjuk vinni az újszülött osztályra ellátni. A babáról szülei megfelelően gondoskodtak, mielőtt az inkubátorba helyezték el, hiszen gondosan takaróba burkolták és köldökzsinórját ellátták. Megszólalt a babamentő inkubátor csengője, és a portán levő, szolgálatba levő portás értesítette az újszülött intenzív osztályt, ahonnan megérkeztek a nővérkék, és egy érett, egészséges fiút találtak az inkubátorba, akiről megfelelően gondoskodtak a szülők, meleg takaróba volt beburkolva, köldökét ellátták, és így minden esélye megvolt arra, hogy ne hűljön le, és minél hamarabb az osztályunkra kerüljön. Az újszülött a Szolnoki Dániel nevet kapta a csecsemő és gyermekosztály dolgozóitól, és az osztály PIC részlegére került megfigyelésre. Kisfiú Szolnoki Dániel nevet kapta, 2890 grammal született, teljesen egészséges, nem volt lehűlve, nem utalt semmi fertőzésre, tehát jó állapotba tudtuk vinni az osztályra, és azóta is jól táplálható, panaszmentes ágyba fekszik, nincs semmi baja. Magyarországon az inkubátorokba az anyák névtelenül biztonságosan helyezhetik el gyermeküket, anélkül, hogy az elhagyás bűncselekménynek minősülne. Ez a babamentő inkubátor egyébként több mint 20 éve működik itt a Szolnoki Hetényi Géza kórház előtt, és az nagyon fontos, hogy ismeretlenül beteheti a szülő vagy a hozzátartozó, mert a jelzés késleltetetten érkezik, és el tud úgy menni, hogy ne legyen következménye. Ezzel együtt, hogyha meggondolja az édesanya magát, 30 nap áll rendelkezésre, hogy jelentkezzen a kicsiért. Ha nem jelentkezik, akkor a gyámügyet ugye értesítettük, és örökbefogadó szülőhöz fog kerülni a kisbaba. Ha egy babamentő inkubátorba helyezi valaki a gyermekét, azzal nem veszélyezteti a csecsemő életét, és ez jogilag titkos örökbeadásnak minősül. A rendőrség ilyen esetben nem keresi a szülőket. Amikor a szülők személyazonossága ismeretlen, a területileg illetékes gyámhatóság a gyermek örökbefogadhatóságáról hivatalból dönt. A Szolnoki Hetényi Géza Kórház megkezdte a hivatalos gyámügyi eljárást annak érdekében, hogy a kisfiú sorsa mielőbb megnyugtató módon rendeződjön, és szerető családi környezetben nőhessen fel.